Kedves kollégák, a következő előadásban a fénysebesség mérésének történetéről fogok beszélni. Ez egy külön kiemelt téma, általam kiemelt téma, abban az értelemben, hogy a Simonyi könyvből nem tudtam ide egy fejezetet írni, mert mindaz, amit most ismertetek, több helyen van szétszórva időrendi sorrendbe a Simonyi könyvben, viszont én jobbnak láttam logikai rendbe szedve, hogy ezt a témát egy előadásba összeszedjem, mert látni fogjuk, hogy mind visszautalunk az optikai dolgokra, mind előre utalunk, kapcsolódási pont lesz a relativitás elmélet kezdeteire. Nos, vágjunk bele akkor. Kezdeti próbálkozások Galilei és Descartes nevéhez fűződnek, legalábbis a feljegyzett próbálkozások, akik nagyon egyszerű kísérletekkel próbálták a fénysebességet megmérni, összebeszéltek társaikkal, nem egymással, hanem Galilei és barátai, és Descartes és barátai egymástól függetlenül, fölmentek este 5-10 km távolságba levő hegycsúcsokra, és onnan próbáltak lámpákkal fényjelet leadni egymásnak. Pontosabban le is adták a fényjeleket, azzal nem is volt gond, de az kiderült, hogy a fény az túl gyors ahhoz, hogy egyszerűen azzal, hogy lámpákat fednek le, illetve takarnak föl ilyen kendőkkel, sötét kendőkkel, hogy ez alapján kimérhető legyen a fénysebesség. Kicsi csalódás volt a számukra, mert ugyanezzel a módszerrel a hang az nagyon jól lemérhető a hangsebessége. Szóval mind a ketten azt kapták, hogy nem mérhető ki a fénysebesség, mellesleg néhány hasznos dolgot megtanultak az emberek reflex idejével kapcsolatosan, ami később más méréseknél hasznosnak bizonyult. Miért is foglalkoztak ezzel? Hát egyrészt a tudományos érdeklődés úgy önmagába mindent meg akar érteni, másrésztről viszont például Descartesnak konkrét motivációja volt, ugye az ő fénymodellje, amiről az előző előadásban tanultunk, azt mondta, hogy a levegőben lassabban terjed a fény, mint vízben, ekkor jött ki a helyes fénytörés irány. Ezzel szemben meg Fermat pont a fordítottját mondta, tehát hogyha sikerült volna levegőben és vízben is megmérni a fénysebességet, el lehetett volna dönteni, kinek van igaza. Szóval nem sikerült Descartesnak és Galileinek az 1600-as évek elején megmérni a fénysebességet, és az első sikeres mérés, hát ez elég nagy hibával volt, majd látjuk, de azért kimutatni, hogy a fény véges sebességgel terjed, először egy Olaf Römer nevű dán csillagásznak sikerült az 1600-as évek második felében. Miért is foglalkozott a fénysebesség mérésével Olaf Römer? Mondhatni teljesen véletlenül, mert eredetileg egyáltalán nem ezt szerette volna megmérni, hanem azon dolgozott, hogy perc pontosságú órát készítsenek a tengerészeknek. Ez egy kiemelt kutatási téma volt abban az időben. Miért? Mert vettem egy világtérképet ebből a korszakból, amit itt láthatunk, és látjuk, hogy már sok mindent ismertek, ugye eddigre már jócskán körbehajózták a Földet, de például 1652-es világtérképen még nincs fönt Ausztrália, vagy például itt, hogy Észak-Amerika fölött északon át lehet-e menni, ezt se tudták, de ez a Novaya Zemlya terület se volt ismert még teljességében, csak tudták, hogy vannak itt, van itt valami nagy sziget, és hát a csendes óceánnak is sok szigete még ismeretlen volt ebben az időszakban. Nos hát, mi köze ennek az időméréshez? Az, hogy a földrajzi hely meghatározáshoz kellett volna perc pontosságú órát adni a tengerészeknek. Miért? Mert hogyha van egy táblázatunk, ami például Greenwichi időben, ugye itt van valahol Greenwich, Greenwichi időben tartalmazza mondjuk a napnak a kelési nyugvás idejét, vagy még inkább csillagok, azoknak pontosabban lehet kimérni, mert kisebbek, csillagoknak a nevezetes mondjuk kelés, nyugvás, delelési idejét, akkor ezt összehasonlítva azzal, hogy
hogy nálunk mikor dől el a nap, mondjuk beszéljünk a napra az egyszerűség kedvéért, ha ezt össze tudjuk hasonlítani, akkor a kelet-nyugat irányú helyzetünket, tehát a földrajzi szélességünket meg tudjuk mondani. Ha most valaki megnéz akár egy napilapot, vagy az internetről kikeresi, például Budapest és Győr között a napkelés idejében nagyjából 5 perc különbség van, ez évszaktól is függ egy picit, de ez mondja meg a nagyságrendet. Tehát ha én nem tudom, hogy hol vagyok a Budapest-Győr vonalon, valahol kitettek engem, de megmérem a napkelte időpontját perc pontosságra, hát ha pontosan nem is tudom megmondani, hogy hol vagyok, de mivel 5 perc a kettő közti különbség, mondjuk azt, hogy nagyságrendileg 20 km pontossággal meg tudom mondani a helyemet. Nyilván ez a pontosság, ez az északi vagy déli szélességtől is függ, de minden esetre, hogyha perc pontosan tudnék időt mérni, akkor abból a kelet-nyugati irányú helyzetem is kiszámolható. A pontos térképek már pedig nagyon fontos gazdasági, politikai és hadászati előnyt jelentettek ebben a korban, zajlik a gyarmatosítás, tehát ez nagyon fontos lett volna. Olaf Römernek az volt az ötlete, tehát pontosabban ezt már Galilei is felvetette, csak ő neki nem volt meg hozzá a szükséges pontosságú távcsöve. Szóval Olaf Römernek az volt a célja, hogy a Jupiter holdak mozgását pontosan felmérje, és ezzel óra kalibrációs táblázatokat készítsen. Egész pontosan a Jupiter holdak fogyatkozásainak az időpontjait akarta előre kiszámolni. Na, hogy ezt egy kicsit jobban meg tudja mutatni, ezzel a planetárium programmal szeretnék valamiket mutatni, amire egyszer vagy kétszer már támaszkodtam a fél év során. Megjelenítettem jó nagy nagyításban, persze ekkora nagyítású távcsőve nem volt még Römernek, de most önöknek az előadáson, hogy jól látszódik, bemutatom, hogy itt van a Jupiter, körülötte itt vannak a holdjai, itt van például az Io. Figyeljük az Iót, ugyanis én tudom az órát előreállítani akár egy órával, nézzük csak, hopp, most eltűnt az Io, mert az Io bement a Jupiter mögé, visszamegyek. Most kisebbeket lépek. Percenként léptetem az Iónak a mozgását. Látjuk, ez az egyik típusú Jupiter hold fogyatkozása, ami most következik be, az Io belép a Jupiter mögé. Ha ezt távolabbról figyeljük meg, mint ahogy tényleg láthatta ezt Römer, akkor láthatjuk, hogy hát, ha ez nem is egy perc alatt következik be, de néhány perc alatt. Ami viszont tényleg gyors idő alatt következik be, az a kevés idő alatt következik be. Most előre tekeltem az időt, visszamegyek, és megvárom, hogy kilépjen az Io a Jupiter mögül. Nézzük csak, ezen a napon 21 óra 48-kor még nem látszik az Io, 49-kor se, 50-kor se, 51, és 52-kor hirtelen megjelenik. Azért jelent meg itt az Io, ilyen nagy hirtelen, mert valójában nem a Jupiter takarásából, hanem a Jupiter árnyékából lépett ki. Ha jó távcsövünk van, akkor láthatjuk a Jupiter árnyékában levő Iót is, jóval halvány, most oda-vissza tekergetem az időt, de az árnyékból való kilépés időpontja perc pontossággal meghatározható. Ezekre vadászott Römer, hogy az ilyen időpontokat előre kiszámolja, és akkor csinál egy táblázatot előre, amit jó pénzére ad, csinál egy táblázatot, és benne megmondja, hogy 2021. 8. hó 22-én 21 óra 51-kor még nem látszik az Io, de 52-kor már látszódik. Miért jó ez a tengerészeknek? Hát azért jó, mert ilyen módon a tengerészek meg tudják azt, tehát visznek magukkal a tengerészek egy órát, és ezzel az egy órát, ami nagyjából pontos, tudják, hogy nem sokára bekövetkezik egy ilyen fogyatkozás, egy kis távcsővel figyelik, hogy mikor következett be ténylegesen ez a fogyatkozás, és akkor az órát be tudják pontosítani. Aztán az a magukkal vitt mondjuk inga óra,
néhány napig pontos, aztán elállítódik, és akkor újra hozzá lehet állítani az iónak a fogyatkozásához ezt a jelenséget, ezt az időpontot. Most visszamegyek ebből a szimulációból. Tehát az a lényeg, hogy Römer azt szerette volna, hogy az ilyen Jupiter-hold fogyatkozásokról előre tudjon készíteni egy táblázatot, aminek a táblázatnak a birtokában egy kis távcsővel a hajók óráit újra be tudják állítani. Römer egy meglepő tapasztalatra jutott. A Jupiter holdak mozgásában késés és sietés mutatkozik annak függvényében, hogy a Föld milyen messzire van a Jupitertől. Amikor a Föld, ezen az ábrán ugye itt van, a Föld közel van a Jupiterhez, akkor ebben az állapotban sietni látszik a Jupiter hold fogyatkozás, aztán amikor ilyen átlagos távolságban van, akkor ilyen átlagos, nincs sietés vagy késés, és amikor távol van a Föld a Jupitertől, mert majdnem a nap ellentétes oldalain vannak, akkor pedig késni látszik a Jupiter holdaknak a fogyatkozása. Ugye itt van a Jupiter árnyéka, itt lép be, aztán majd itt lép ki a hold a Jupiter mögül, és ezeket az időpontokat vadászta Römer. Römer rájött a magyarázatra. A fénynek időre van szüksége a terjedéshez, és kimérhető az a különbség, ami a föld pálya átmérőnek megfelelő idő, a fény, amennyi időre erre a fénynek szüksége van. Az eredményeit több év alatt gyűjtötte össze, 1676-ban publikálta először, és ő arra jutott, hogy kb. 11 perc, plusz-minusz 11 perc a késés-sietés, amiből az jött ki, hogy a fénysebesség az 11 perc per földpálya sugara. Összességében tehát 22 perc a legnagyobb eltérés, de ugye az a földpálya átmerőjének felel meg. Mai egységekbe kifejezve, ez kb. 220 ezer km per szekundum. Tévedett Römer, de nem róhatjuk föl neki ezt. Ma már tudjuk, hogy valójában plusz-minusz 8,3 perc az érték, és nem 220, hanem 300 ezer km per szekundum a fénynek a sebessége. De tekintettel a műszerezettségre, meg a számítástechnikai háttér hiányára Römer nem tudta ennél pontosabban meghatározni. És itt egy megjegyzés erre a számítási háttér hiányára, ugyanis most könnyen mondjuk, hogy késik vagy sietik a Jupiter-hold fogyatkozás, de mihez képest? Römernek nem volt viszonyítási alapja. Ő neki egyszerre kellett megtalálni a mondjuk az iónak a pálya paramétereit, annak az ellipszis pályának a geometriáját és a mozgási sebességet, és ennek a késésnek, sietésnek az idejét egyszerre kellett valahogy levonni a megfigyelésekből. Ma erre számítógéppel egy többváltozós nem lineáris optimalizációval jutnánk el, hát Römer kézzel kellett, hogy mindent kiszámoljon. Minden esetre azt Römer bebizonyította, hogy a fénynek időre van szüksége a terjedésre, és hát egy jó közelítés, jó első közelítésnek mondható értéket is le lehetett szűrni a számításaiból. Mivel nagyon a határokat feszegette Römer ezzel a méréssel, ezért sokan egy kicsit kétkedve állnak hozzá, hogy elfogadják ezt a dolgot, csak az aberráció, amit a következő dián mutatok meg, bebizonyítása után fogadják el, hogy igen, Römernek igaza volt. Később jobb műszerekkel és nagyobb számítástechnikai háttérrel mások bebizonyítják, hogy ezzel a Jupiter-holdas módszerrel elérhető a 3/10 egy pontosságú mérés is. És akkor most jön a következő mérés, ami még mindig egy csillagászati mérés a fénysebességre, ami után már mindenki elfogadta, hogy a fény véges sebességgel terjed. Ez egy James Bradley nevű csillagász nevéhez fűződik, aki egy több éves méréssorozattal azt bizonyította be,
hogy a Föld mozgás irányára merőlegesen nézve a csillagok kicsit más irányba látszanak, mint elvileg kellene lenniük. Ez egy nagyon pici szög, 20 ív másodperc, ez a két vesző az ív másodperc jele, tehát a fok 60-ad részének a harmad része, de távcsővel sikerült kimutatni a James Bradley-nek. Na, miről is van szó? Nézzük meg ezt az ábrát. Arról van szó, hogy a Föld napkörű keringése miatt jelentős sebességgel mozog, összemérhető ez a fénysebességgel, ma már tudjuk, hogy kb. 1/10000 fénysebesség, James Bradley ezt nem tudta először az értéket, csak azt tudta, hogyha itt van a távcsöve, ez a picike, ez Bradley távcsövét hivatott bemutatni, ha itt van a távcsöve a mozgó Földön, és a Föld mozgás irányából merőlegesen jön C-sebességgel a csillagfény, akkor egy picit be kell dönteni a távcsövét, hogy végigessen rajta a csillagfény. Azt hiszem, mindenki el tudja képzelni, hogyha távcső helyett egy sima csövet gondolunk, és azt gondolok, hogy fölülről lefele egy kavics esik, ha közben mi szaladunk a csővel, és azt akarjuk, hogy a cső közepén végigessen ez a kavics, akkor ferdén kell tartanunk a csövet, hogy ahogy lentebb és lentebbi pozíciókat vesz föl a kavics, úgy ne ütközön a mozgó csőnek a falába. Nagyon egyszerű geometriával látszik, hogy az aberráció szögét alfával jelölve, ennek a tangense az V per C lesz, ahol V a Föld, C pedig a fénynek a sebessége. És James Bradley az alfa megmérése alapján megállapította, hogy a Föld kb. A fény sebességének a 10000 részével mozog. Ez összhangban volt nagyságrendileg Römer mérésével, ez a két egymástól független kísérlet után már a tudományos közvélemény is elfogadta, hogy a fény véges sebességgel terjed, és még a közelítő értékét is tudták. Extra haszna volt ennek a Bradley-féle mérésnek, hogy a Föld napkörüli keringésének ez volt az első direkt kísérleti bizonyítéka. Lásd egy korábbi előadást, ugye Newton eddigre már elmondta, hogy a gyorsulás a lényeg, és bár hatalmas sebességgel kering a Föld, de azt nem érezzük, a gyorsulást éreznénk, de a gyorsulás viszont pici, és ezért nem érezzük. Tehát James Bradley idejére mindenki elfogadta, hogy a Föld kering a nap körül, de még a direkt kísérleti bizonyíték hiányzott egészen eddig. Na most egy dupla zárójeles megjegyzés, ennek a jelenségnek azt a nevet adták, hogy az aberráció. Sokszor ezen mosolyognak a hallgatók, mert ugye aberrát viselkedésnek valami dilis, vagy furcsa, vagy beteges viselkedést nevezünk manapság, ez van elterjedve. Hát az aberráció az egyszerűen csak annyit jelent, hogy a várttól való eltérés. Összesen ez a jelentése. És az aberrált viselkedés az azt jelenti, hogy eltér a normálistól a viselkedése, aztán ezt persze szűkebb értelemben használjuk. Úgyhogy nem kell ezen vigyorogni, hogy James Bradley felfedezte az aberrációt, a normálistól való eltérés, tehát hogy a távcsövet be kell dönteni mozgás irányba egy nagyon picivel. Na most eddig tartottak a csillagászati fénysebességmérések, de igazán a fontosak azok a földi fénysebességmérések. Miért fontos? Azért, mert a csillagászati mérésekkel sose tudnánk megmérni levegőben, vízben vagy üvegben a fénysebességet, pedig ez kellene ahhoz, hogy eldöntsük, hogy Descartes-nak vagy Fermat-nak van igaza a fényelméletével. Viszont a Földön nehéz fénysebességet mérni annak hatalmas értéke miatt, ugye 300 000 km per szekundum körülbelül. Miért? Mert hogyha Galilei módjára távoli hegycsúcsok között akarunk fénysebességet mérni, akkor is a leges-leges legtisztább időben, amikor valamilyen hidegfront tisztára söpri a levegőt, akkor is 200 km-nél messzebbre nem látunk. Hát ez már a nagyon ideális eset, a 200 km, ez nagyon ritkán van. De még a 200 kilométert is
ezred másodpercnél gyorsabban megteszi a fény, tehát nem vesszük észre, hogy időre van szüksége. Ha pedig épületen belül mérünk, ami kellene ahhoz, hogy mondjuk vízben meg tudjuk mérni a fénysebességet, akkor 100 méternél nagyobb maximális mérettel kell számolnunk, de ez meg milliomod másodpercnél kisebb terjedési idő tartozik. Ezért tartott nagyon sokáig, amíg földi körülmények között sikerült a fénysebességet megmérni, és ez egy hihetetlenül hosszú nevű fizikusnak, akinek én csak a családnevét fogom említeni, egy Fizeau nevű franciának sikerült először megmérni a fénysebességét földi körülmények között 1849-ben. Jó későn. Tehát hirtelen ugye több mint 100 évet ugrunk az aberráció mérése után, pedig törekedtek erre, hogy ki tudják mutatni. Nos, Fizeau fogaskerekes mérésének az alapsémáját láthatjuk itt, a következőről van szó. Van itt lenne egy fényforrás, ennek a fényét egy félig átteresztő tükörön veretjük vissza, tehát egy része a fénynek elmegy szépen errefele, másrészt átmegy a félig átteresztő tükrön, de az most nekünk nem érdekes, az csak veszteség. Elmegy egy nagyon messzire levő, több kilométer távolságba levő tükörre, onnan visszaverődik, és bejut a megfigyelő szemébe, szintúgy úgy a félig átteresztő tükrön keresztül. Na de, itt jön a trükk ebben a kísérletben. A fény útjába oda tesznek egy nagyon gyorsan forgó fogaskereket. És a fogaskerék fogai között engedik át a fényt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha lassan forog a fogaskerék, akkor a megfigyelő persze látja, hogy meg van szaggatva a fény, mert amikor a lyukon megy át a fény, akkor átmegy és visszajön, amikor meg éppen a fog kerül oda, akkor meg nem megy el a fény és kész. De hogyha olyan gyorsan forgatjuk a fogaskereket, és most itt másodpercenkénti néhány százas, mondom másodpercenkénti néhány százas, tehát az több ezer fordulat per percnek felel meg. Bocsánat, rosszul mondtam, másodpercenként néhány ezres, tehát fordulatonként tízezer, tehát percenként tízezeres fordulatszámot jelent. Szóval ez a gyorsan forgó fogaskerék, ha elér egy bizonyos szögsebességet, akkor amíg a fény megteszi ezt az oda-vissza utat, addig elfordul egy fél fognyit a fogaskerék, és nem engedi vissza a fényt, és megszűnik a fény. A megfigyelő nem lát fényt, hogyha ha egy fél fognyit fordul el az oda-vissza út ideje alatt ez a fogaskerék. Ha még gyorsabban forgatjuk, és egy teljes fognyit elfordul már, akkor a megfigyelő újra megpillantja a fényt, ha még gyorsabban forgatva megint nem, és a többi. Fizeau többféle változatot gyártott ebből a kísérletből, volt, amelyikben két fogaskereket használt, amit azonos tengelyről áttétellel hajtott meg. Szóval több változata volt, a részletekben nem mennénk bele, a mérési jelv az itt ezen az ábrán remekül megfigyelhető. A csúcs 8 kilométeres távolságból sikerült ezt a kísérletet megvalósítania, és ezzel 5%-os mérési pontosságot ért el Fizeau. Ez már nagyon komoly, tehát ezt már tényleg mérésnek lehet nevezni, és földi körülmények között sikerült ezt megtennie. Na most itt két megjegyzés az egyik, az az, hogy sajnos ez még mindig túl nagy ahhoz, hogy vízben is megmérjük a fénynek a terjedési sebességét, legalábbis Fizeau nem tudott 8 kilométeres távolságú egyenes csövet vízzel föltölteni, hogy ezt hogy megmérje a fénysebességét, az majd a következő kísérletnél lesz meg. Ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig az, hogy nem is olyan egyszerű ám ez a kísérlet, mint hangzik. Egyszer terveztük a kollégákkal, eszünkbe jutott, hogy milyen jó lenne ezt bemutatni mondjuk kutatók éjszakáján ezt a kísérletet. Igen ám, csak hogy rájöttünk, amikor kiszámoltuk, hogy ezt a fogaskereket másodpercenkénti ezres nagyságrendű fordulatszámmal kell üzemeltetni, ami roppant balesetveszélyes. Legkisebb darab leszakad róla,
vagy valami baj van a tengellyel, itt a leszakadó darabok puskagolyó sebességgel röpülnének le róla. Hát ezt inkább nem vállaltuk be, hogy ezt megépítsük, mert nem is olyan egyszerű. Aztán nem sokkal Fizeau után egy Foucault nevű fizikus, akinek a nevével már a Foucault-ingánál találkozhatunk, egy olyan berendezést épített, amiben már laboron belül meg lehetett mérni a fénysebességét. Itt is szerepet játszott a forgás, csak Foucault egy tükröt forgatott nagyon nagy szögsebességgel, és a következő volt a mérésének az elve. Itt volt a fényforrás, aláhúzom, itt látszik, a fényforrásból kijövő fényt egy lencsével nagyjából párhuzamos nyalábbá gyűjtötte össze. Ez a nyaláb visszaverődött a forgótükörről, elment egy 10-20 méter távolságban levő visszaverőtükörre, itt van a visszaverőtükör, onnan visszament a forgótükörre, onnan pedig visszajutott egy, a lencsén és egy félig átteresztő tükrön át egy mikroszkópba, és a mikroszkópon keresztül figyelte a megfigyelő ezt az egész jelenséget. Hogy lesz ebből fénysebességmérés? Hát úgy, hogyha ezt a 10-20 métert megtevő fény ideje alatt, tehát amíg a fény megteszi oda-vissza ezt a 10-20 métert, ha ez alatt ez a forgó tükör már egy nagyon picit elfordul, akkor a visszavert sugár itt szaggatottan jelölve már egy nagyon picit más helyre jut be a mikroszkópba, és a megfigyelő itt azt veti észre, hogy minél gyorsabban forog a tükör, a visszavert fénysugárnak a helye egy picit eltolódik. Mikroszkóp kellett ehhez, hogy ki tudják mutatni ezt az eltolódást, de sikerült. Persze, elképesztően kicsi időkről beszélünk, amikor 10-20 métert tesz meg a fény. De Foucault-nak sikerült így kimérni, és többszöri pontosítás után például olyan trükköket vetett be, hogy nem csak egyszer járhat oda-vissza a fényt, hanem még betett segédtükröket is többször pattogtatta ide-oda, meg hasonló trükközés után végül is 1% alá ment a mérési pontossággal. Tehát egyrészt pontosabb volt a kísérlete, mint Fizeaunak, másrészt ezt a 10-20 méteres távolságot már ki tudta tölteni egy hosszú víztartállyal, hát egy csővel, és így direktbe ki tudta mérni, hogy vízben bizony lassabban terjed a fény, mint levegőben. Az más kérdés, hogy eddigre már az emberek sejtették, illetve biztosak voltak ebben, hiszen emlékezzünk, eddigre már Huygens és Fresnel munkásságát is ismerték, és Fresnel eredményei alapján már mindenki tudta, hogy a hullámelmélet írja le jól a fénynek a terjedését, abban pedig a vízben megy lassabban a fény, de azért sose árt a direkt kísérleti bizonyíték, és ezt Foucault adta meg először az 1850-es, 60-as években több év alatt végzett mérés sorozatával. Aztán folytatódott itt a fénysebesség mérésének a fejlesztése. Fizeau újra letett egy nagyon érdekes eredményt az asztalra. Azt vizsgálta, hogy mihez kell a fénysebességét viszonyítani. Mert ugye kimérte Foucault, hogy a vízben lassabban terjed a fény, na de magával ragadja a fényt az áramló víz. Tehát amikor a vízben mérjük a fénysebességet, akkor azt mihez kell viszonyítani a vízhez? Az lenne a logikus, hogyha azt mondanánk, hogy a vízhez képest kell mérnünk a fénysebességet. Na de akkor valahogy elsodorja a víz a fényt? Na ezt akarta Fizeau kimérni, és megalkotta ezt a fura interferométert. Interferométer, tehát az interferenciára megy rá, az alapozó fizikába ezt tanuljuk, de jobb középiskolában is tanítják, ugye a hullámok találkozásakor alakul ki az interferencia jelenség, ha hullámhegy hullámhegyel találkozik, akkor erősítik egymást, ha hullámhegy hullámvölgyel, akkor gyengítik egymást a fénysugarak, vagy bármilyen más hullám. Nos, erre alapult Fizeaunak a mérése. Itt van egy ilyen
fektetett U alakban láthatjuk egy vízcsövet, amiben áramlik a víz, és ebbe az áramló vízbe engedett fénysugarakat úgy, hogy itt volt a fényforrás, félig átteresztő tükör és lencsén keresztül átengedte a fényt, aztán visszaverette. Most a részletekben nem mennénk bele, az inkább egy optikai kurzusnak lenne a része, hogy ezt pontosan megértsük, hogy hogyan történt. Az a lényeg, hogy az egyik fényúton, amit itt pirossal jelöltem, a fény mindig egy irányba halad az áramló vízzel. A másik fényúton, ami zölddel van jelölve, pedig ellentétesen megy a fény, mint a víz áramlása. És ez alapján ki tudtam érni, hogy egy nagyon picit megváltozik az interferencia itt a megfigyelőnél, és kimutatta, hogy a víz bizony magával ragadja a fényt, de nem olyan mértékben, mint számítanánk. Ez volt egy döbbenetes. Ez majd a relativitás elméletben nagyon fontos lesz. Fizeau azt tudta kimutatni, hogy a fénysebesség megváltozik, arra fele nő a fénysebesség, amerre áramlik a víz, de nem V-vel, ha V a víz áramlási sebessége, hanem V-szer 1 minusz 1 per N négyzettel, ahol N a víznek a törés mutatója. Miért nem megy elő a delta C a V-vel? Nem tudta Fizeau. És ez egy döbbenetes eredmény, ez majd a relativitás elmélet alapozásában lesz jó. Ez eléggé zavarba ejtő, hogy nem viszi magával, mert ezek szerint, hogyha valaki meg a vízre ülve mérné a fénysebességet, akkor nem kapná ugyanazt. Ugye, ha ráülünk a vízre képzeletben, akkor a fénysebességéből a laborbeli értékekhez képest V-t kell levonnunk, az egyik irányba, a másikban meg hozzáadnunk, de akkor most hogy is van ez? Na, nem merülök ebbe bele, majd a relativitás elméletnél tárgyaljuk ezt részleteiben. Mert elérkeztünk a fénysebesség mérésnek a kvázi a csúcsához, amikor is a fénysebességet vákumban szerették volna megmérni. Egész pontosan említettük az optika előadás végén, hogy úgy gondolták a fizikusok, hogy a világ mindenséget egy nagyon finom anyag, az éter tölti ki. Ez az éter nem akadályozza a testek mozgását, viszont ez az a rugalmas közeg, aminek a hullámai a fényt jelentik. Szóval úgy gondolták a 19. században, hogy ez az éter az, amiben terjed a fény, és hogyha a Föld mozog az éterhez képest, akkor pontos fénysebességméréssel kimutathatjuk ezt a mozgást, hiszen a fény az éterhez képest terjed 300 ezer kilométer per szekundummal. Nézzük csak meg ezeket az ábrákat! Ez a bal és ez a jobb oldali ábra ugyanazt tartalmazza, csak a bal oldali az éterhez rögzített rendszerben, a jobb oldali pedig a földhöz rögzített rendszerbe mutatja ugyanazt a dolgot. Ha az éterhez rögzített rendszerben vizsgáljuk a fénysugarakat, akkor az minden irányba 300 ezer kilométer per szekundummal megy. Az éterhez képest meg úgy gondoljuk, hogy a Föld megy a maga keringési sebességével 30 km per szekundummal. Tehát, gondolná az ember józanésszel, ha ráülök a Földre, akkor és a Föld tényleg 30 km per szekundummal mozog az éterhez képest, akkor a Föld mozgás irányában előrefele nézve, ugye balra mozog a Föld, előrefele nézve 300 ezer mínusz 30, hátrafele nézve 300 ezer plusz 30 km per szekundummal mozog a fény. Tehát, ha 4/10 egy pontossággal meg tudnám mérni a fénysebességet, akkor ki kellene tudni mutatni az úgynevezett éterszelet. Az éterszél ez olyan, mint a menetszél, amikor gyorsan biciklizünk és szembe fúj a szél. Hát nem fúj szembe a szél, hanem ugye mi mozgunk a levegőhöz képest. Ezt szerették volna kimérni, mert ugye nem volt nyilvánvaló, hogy az éter mihez képest nyugszik. Mert lehet, hogy a galaxis középpontjához képest nyugszik az éter, vagy valami máshoz, és akkor nem a naphoz képest nyugszik. Nos, szóval ez egy fontos kérdés volt, hogy mihez képest terjed fénysebességgel a fény.
Fukó-forgó tükrös kísérlete az nem ért el a 4 tizedes egy pontosságot, ugye azt mondtuk, hogy 0,6% pontosságú volt, tehát kellett volna továbbfejleszteni ezt a mérést. Egy Abraham Michelson nevű fizikus volt, aki nagyon rákattant a témára, és tulajdonképpen egész életművét erre tette föl, másról is foglalkozott, de ő nagyrészt a fénysebesség mérésének különböző módjaiban kutatott. Szóval Michelson és egy kísérletező társ, aki besegített neki, egy Morley, egy nagyon híres kísérletes sorozatot hajtott végre az 1880-as években. Azért nem egy dátumot írok, mert ez több évig tartott ez a kísérlet sorozat. Ők azt mondták, hogy nem tudjuk direktbe megmérni 4 tizedes jegyre a fénysebességet, hogy na az már pedig 299.795, vagy mennyi kilométer per szekundum, hanem csak azt akarták kimutatni, hogy a Föld mozgása miatt különböző irányokban más a fénysebessége a Földhöz képest, tehát a kis változások kimutatására tettek kísérletet Michelson és Morley. Ehhez a Michelson interferométert használták föl, magát az ötletet azt Michelson adta, a mérés technikába segített be neki Morley. A Michelson interferométer egyszerűsített változatát láthatjuk itt fölskiccelve ezen az ábrán. Ez is egy interferométer, tehát két különböző úton küldött fénysugár, ahogy találkozik ezen az ernyőn, ha valami történik az úton a fénysugárral, akkor akárha egy fél hullámhossznyit eltolódik az egyik fénysugár a másikhoz képest, akkor az már az erősítést kioltásba viszi át és fordítva. Tehát nagyon pici megváltozása ennek az oda-vissza, vagy ennek az oda-vissza útnak azt eredményezi, hogy itt lenn az ernyőn megváltozik az interferencia kép. Miért változna meg az út? Azért, mert például, hogyha a Föld mozog az éterhez képest, akkor így kellene lerajzolnunk, a jobb oldali ábrának megfelelő módon kellene lerajzolnunk, ugyanis amíg a fény itt ide-oda tikitakázik, addig odébb mozognak a berendezés alkotó részei, és akkor már ilyen ferdén kellene az utakat mérnünk, és a nyugvó helyzethez képest megváltoznak az úthosszak, és ezért megváltozna itt az ernyőn látott interferencia kép is. Ugyanis ha mozog a berendezés, akkor eltérően változik a zöld és a pirossal jelölt utakon a fényterjedés ideje, és az ernyőn az interferencia kép megváltozását láthatnánk. Ez tehát nem alkalmas arra, hogy megmondjuk a numerikus értékét, de azt, hogy a változást kimutassuk, arra alkalmas ez a berendezés. Ugyanis maga a berendezés értelemszerűen a keringő Földön van rajta, ugye akkor nem volt még műhold, vagy űrhajó, hogy föl lehessen menni, de szóval az a lényeg, hogy a berendezés a keringő Földön van, és ezért változni kéne az interferencia képnek, változni kellene, hogyha A eset, elforgatjuk a berendezést 90 fokkal, mert akkor a másik kar esik a Föld mozgás irányába, vagy várunk pár hónapot, amikor a Föld már napkörüli keringése során más irányban mozog. Nos, ezt remélte Michelson és Morley a kísérlettől, és hosszas fejlesztéssel, például többször verették oda-vissza a sugarat, meg nagyon sok mindent precizíroztak ebben az egészben, hosszas fejlesztéssel elérik azt, hogy már 8 km per szekundum pontosság, elérik a 8 km per szekundum mérési pontosságot, tehát már bőven kellene látni az éterszelet, ugye a Föld 30 km per szekundum sebességgel kering a nap körül, de arra jutnak, hogy az éterszél kimutathatatlan. Később folytatták a kísérleteket, tovább pontosították, de nem volt változás. Nem történt semmi, hiába emelték meg a mérési pontosságot. Ez fejbe vágta a fizikusokat. Ha hogy a fenébe lehet, hogy a Föld mozgása az éterhez képest ezek szerint kimutathatatlan?
Ilyen vad ötletek forogtak szerencsétlen fizikusok fejébe, miszerint mégsem mozog a Föld, legalábbis az éterhez képest. Na de az éter kitölti az egész mindenséget, akkor mégiscsak valami kitüntetett szerepe van a Földnek, hogy a Földhöz képest áll az éter, és akkor a Marsra kéne mennünk, hogy kimutassuk az éterszelet. Tehát akkor hogy a fenébe azt hittük Kopernikusz óta, hogy a Föld mégse kitüntetett szerepű. Vagy egyesek fölvetették azt, hogy a Föld kering persze a nap körül, de a Föld közelébe az éter rátapad a Földre, és a Föld sodorja magával az étert. Na jó, de akkor mégiscsak kölcsönhatnak a testek, a mozgó testek, mint például a Föld meg az éter. Milyen az éter dinamikája? Akkor mégiscsak kellene fékezni a Föld mozgását, hogyha magával ragadja a Föld az étert. Vagy hát, hogyha a naphoz képest meg ott nem mozog az éter, akkor valahol meg örvénylik az éter. Nem jött sehogy se össze az elmélet. Pluszban itt volt Fizeau-nek az áramló közeges kísérlet, amivel azt mutatta ki, hogy a V-sebességű N-törés mutatójú közeg V-szer 1-1 per N négyzet nyivel módosítja a fénysebességet. Na de ha ide N egyenlő 1-et írunk be, azaz a légüres teret, tehát az éternek a törés mutatóját írjuk be, akkor ez 1-1 lesz a zárójelben, azaz 0 lesz a végeredmény. Tehát az éter nem ragadja magával a fényt, azaz a fény vákumban mindenkihez képest ugyanazzal a sebességgel megy. Ez micsoda marhaság. Tehát ugyanúgy, ugyanazzal a célvel megy a naphoz, a földhöz, meg a marshoz képest is, amikor ezek egymáshoz képest mozognak. Nem is részletezem, mert ezek a zavaros gondolatok majd a relativitás elméletben állnak össze egy értelmes rendszerré. Egyelőre ez előadás csak a fénysebesség mérésének a történetéről szól, és csak fölvetem azt, hogy az 1800-as évek legvégén úgy tűnt, hogy valami zavaros dolog van a fénysebesség kapcsán, a vákumbeli fénysebesség úgy tűnt, hogy nem függ attól, hogy milyen inercia rendszeren csücsülök rajta. És a fénysebesség mérésének a történetében Michelson nem állt meg itt, az elméletet ráhagyta Einsteinre és társaira, de ő tovább pontosította a méréseit. Több fokozat után már az 1900-as években egész vad szintre jutott el Michelsonnak a mániája. Zárójeles megjegyzés, a mánia űzésében segített, hogy az 1900-as évek elején Michelson megkapta a Nobel-díjat, az első amerikaiként megkapta a Nobel-díjat, bocsánat, tudományos Nobel-díjat, ő volt az első amerikai, aki kapott. Ezek után viszonylag könnyen szerzett támogatást a vad kísérleteihez, ugyanis olyan vad kísérleteket csinált, hogy például 35 kilométeres távolságon ismételte meg a forgótükrös kísérletet. Ugye a forgótükrös kísérletet Fizeau a laborban csinálta 10-20 méteres távolságokon, nos, Michelson 35 kilométeres távolságon végezte, és a 300 ezer kilométer per szekundumos értéket abszolút értékben 4 kilométer per szekundum pontossággal meg tudta mérni. Vagy csinált egy mérföld, azaz 1,6 kilométer hosszú csövet. Itt van, ezen az újságcikk másolaton, csinált egy mérföld hosszúságú 1 méter átmérőjű csövet, amiben szintúgy megismételte a forgótükrös kísérletet, és itt 5 tizedes egy pontossággal meg tudta mérni a fénysebességet, sőt, ezt a csövet nem csak levegővel tudta feltölteni, hanem légmentesen zárt és vákumot tudott benne csinálni, illetve föltöltötte vízzel is, egy mérföld hosszúságú csövet, szóval azért már valami, hogy ezt meg tudta valósítani, de megcsinálta, és 5 tizedes egy pontossággal direktben megmérte ezekben a közegekben a fénysebességét. No, maga a berendezés már meglehetősen összetett, én bele sem mennék a lényegbe, bele sem mennék a részletekbe,
Lényegében ez egy fízőféle forgótükrös kísérlet, csak agyon precizírozva meg óriási méretekben. Ezeken a méréseken se látszott az éterszélnek a hatása. És itt majd a relativitás elmélet kapcsolódik be a történetbe, de az majd egy másik előadás lesz. Azonban itt a fizika történet előadáson mindenképp megemlíteném azt, hogy hihetetlenül precíz méréstechnika kellett ezekhez a mérésekhez. Például azt a 35 kilométeres távolságot a két hegycsúcs között 6 tizedes egy pontossággal kellett megmérni, hogy abszolút értelemben meg tudjuk a fénysebességet mondani. Hogy lehet két hegycsúcs távolságát centiméteres nagyságrenddel megmérni? Michael Zonick fejlesztettek ezért a geodéziai méréstechnikán, amit aztán utána a geodéták tudtak felhasználni ezeket a dolgokat. Nagyon precíz optikai berendezéseket kellett csinálni. Aztán komoly mechanikai problémák voltak. Itt is ezer fordulat per másodperc nagyságrendű volt a fordulatszám. Meg hogy lehet 1,6 km hosszú egyenes csövet légmentesen lezárni mindenütt. Nos, ez kihívás is volt, de aztán utána ezeknek a területeknek a mérnökei sokat profitáltak a Michael Zonick által fölhalmozott tapasztalatokból. És maga a Michael Zonick interferométer később nagy karriert futott be olyan helyeken, hogy nem is gondolnánk, hogy ez lényegében egy Michael Zonick interferométer. Például ma már, meg hát az utóbbi évszázadban körülbelül a méternek a definíciójában valamilyen fénysugárzás hullámhossza van benne, és ezt is Michael Zonick interferométerrel sikerül megvalósítani, ugyanis hogyha Michael Zonick interferométerben lambda per 4-jel eltolódik ez a tükör, akkor az már kimérhető az ernyőn, az interferencia kép megváltozásával, és a Michael Zonick interferométer segítségével sikerült a nagyon finom mozgásokat és a fény hullámhosszát összekötni. Szóval a méter definíciójának az ellenőrzéséhez is Michael Zonick interferométert használunk. De Michael Zonick interferométer van a CD-k, DVD-k olvasófejében, fényhullámhossz nagyságrendű dudorokat tapogat le a CD-kben. Egy pici Michael Zonick interferométer. De mozgásérzékelőket, lehallgató berendezéseket, nagyon finom érintésmentes rezgésméréseket is lehet Michael Zonick interferométerrel csinálni, illetve amiről majd az általános relativitás elméletben beszélünk, néhány évvel ezelőtt mutatták ki direktbe először a gravitációs hullámokat, és ezeknek az észlelése is egy továbbfejlesztett Michael Zonick interferométerrel történt. Történeti érdekességként még elmondanám, hogy Michael Zonick még az interferométerét másra is alkalmazta, például kis módosítással csillagfény észlelésére is használta, és csillagfénnyel is interferometriát végzett Michael Zonick. Itt lent láthatunk, ez egy nagy távcső, amit van. Az elejére felszerelt egy nagy konzolt, ezekre mozgatható tükröket tett, itt jó pár méteres méretekről van itt szó, és ezeknek a tükröknek a segítségével, interferometriával, az ő mérésére alapozva mérték meg először csillagoknak az átmérőjét közvetlenül, illetve nagyon közeli kettős csillagokat bontottak föl, és ez az interferométeres technika jelenti ma optika és rádió távcsöves méréstechnikának az alapját. Hogyan tovább? Láthatjuk itt fönn, hogy ez az utolsó dia ebben a prezentációban. Majd a relativitás elmélet tudja megválaszolni a fénysebesség mérések körüli problémákat. Ugyanis a nagyon pontos fénysebességmérések zavarba hozták a fizikusokat az ügyben, hogy hogyan is áramlik az éter, és zavarba jöttek attól, úgy tűnt a mérésekben, hogy mindenhez képest, minden irányba ugyanaz a C érték a fénysebesség, legalábbis vákumban.
Mások tovább tökéletesítették a méréstechnikát, megismételték sokféle módon. Jelenleg ez egy 2009-es mérés, 17 tizedes egy pontossággal lehetünk biztosak abban, hogy a fénysebesség vákumban nem irányfüggő, és nem időpontfüggő, tehát úgy tűnik, hogy ez egy nagyon komoly természeti törvény, hogy a vákumban a fénysebesség semmitől se függ, se iránytól, se attól, hogy a Földön vagyunk, se attól, hogy tavasszal erre, nyáron arra mozog a Föld. Szóval úgy tűnik, hogy a vákumbeli fénysebesség állandósága egy nagyon fontos természeti törvény. Ez lesz a speciális relativitás elmélet alapja, de ez majd egy későbbi történet. Köszönöm a figyelmet!